Köszöntöm a nézőket, hogyha csak a vetítésekre gondolunk, akkor azt lehet elmondani, hogy az ötnapos ingyenes összművészeti eseményen közel 60 órányi filmet lehet megtekinteni a legkülönbözőbb műfajokban. A versenyprogramon túl például a Toldit is lehet látni. Nyilván nem lehet kiemelni a rengeteg esemény közül egyet, de ha a gyerekekre gondolunk, akkor ők például saját kezüleg készíthetnek rajzfilmet. Egyébként már el is indult a KAF, ugyanis Bogyóval és Babócával, valamint a Kuflikkal is találkozhatunk itt a Híres Agórában. Vendégem Mikulás Ferenc, fesztivál igazgató, a Kecskemét Film Kft. Ügyvezető igazgatója. Mit kell tudni erről a tárlatról? Minden évben, minden alkalommal, amikor fesztivál vannak kiemelt vendégeink, külföldiek közül a belga animációt mutatjuk be, a magyar alkotók közül pedig a Kecs stúdiót, illetve a stúdió vezetőjét, M. Tóth Gézát. M. Tóth Géza és a Kecs stúdió, mint az animáció általában nem a valóságot mutatja, hanem a elvonatkoztatott részét, és a gyerekek kénytelenek megfejteni a látottakat, úgynevezett aha élményben van részük, és ezért nagyon-nagyon sikeresek a Kecs stúdió által készített filmek. Nagyon érdekes volt, Japánban egy filmvásáron kint voltam, és a Bogyó és Babócának nagy sikere volt, tehát ezen kívül pedig hát M. Tóth Gézával gyakorlatilag több mint 20 éven keresztül nagyon sok szakmai eseményen voltunk részt. Először például Londonban 1994-ben találkoztam vele, akkor asszisztensként dolgozott John Hallasnak a stúdiójában. Nézzük a fesztivál csúcspontját, a versenyprogramot. Ha jól tudom, akkor idén rekordot döntött a jelentkezők száma. Igen, nagy változás történt az animációban az utóbbi években. Kinőtte a Disney gyerekruháját, nagyon sok felnőtt tartalom jelenik meg. A Kecskeméti Animációs Fesztivál és a Európa egész estés filmek fele felnőtt tartalom. Másrészt pedig, hogy ugye digitálisan készítjük a filmeket, nem 35 filmben, filmszalagon, ezért nagyon sokan olcsó szoftverekkel tudnak animációs filmeket készíteni, úgyhogy nagyon sok jelentkező volt. Egy nagyon gyors kérdés, nagyon gyors válasz a beszélgetésünk legvégére. Egy pár programot azért emeljünk ki, több évfordulót is ünnepelnek idén. Igen, valójában a magyar animáció ünnepének tekintjük a Kecskeméti Animációs Fesztivált, megünnepeljük a kerek évfordulót, születésnapjukat, ünneplőket. Itt többek között Termoszkéből, aki 80 éves, Horváth Mária, Stóth Pál 70 éves, és hát M. Tóth Évának is születésnapja van. Hát ezen kívül pedig természetes különböző konferenciák, előadások is lesznek. A főtéren pedig hát levetítjük azokat a filmeket, amik közönség sikernek számítanak. Mikulás Ferencnek köszönöm szépen. A következő 5 napra tehát Kecskemét az animációs filmek fővárosává válik. A 2023.kaf.hu oldalon tájékozódjanak a programokról. Én úgy gondolom, hogy kár volna kihagyni.